Jó reggelt kívánok mindenkinek! Várjál! Itt valaki ki van kapcsolva, nem? Ó, hát a visualizerek vannak kikapcsolva, gyerekek! Hát... iratkozzatok fel Just Feedmanre, lehet, hogy ez most nem kell éppen. De egyébként megiratkozzatok fel Just Feedmanre értelemszerűen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok drágáim, én Dave vagyok. Az itt a Por of the Morning. És a Fun with Geeks. Befejeztem az olvasást, bocsánat, igen, kicsit elaludtam az a helyzet, úgyhogy ezzel együtt csúsztak a reggeli kis dolgaim is sajnos, de itt vagyok, itt voltam már 8:30-kor is, valljuk be, itt voltam már 8:30-kor is, csak még nem éreztem magam késznek arra, hogy beadjam ezt a kameraképet, ezt. Ez itt sokkal jobb. Ez így sokkal jobb. Így. Így. Aha. Mostantól így fogunk streamelni. Egy újjal. Tedd az újjal a monitorra. Fú, na, korán van. Korán van. Egész egyszerűen korán van. Viszont kialudtam magam egy kicsivel jobban, mint egyébként a hét többi napján, amikor mindig volt valami. És egy kicsit leestek az energiaszintjeim, viszont végtelenül produktív voltam a héten, ami abszolút pozitívnak mondható. Ja, hírek nincsenek nagyon. Mármint, hogy vannak, tehát, hogy vannak, de olyan dolgok vannak, amikről nem akarok beszélni. Például, hogy késik a God of War. Arról nem akarok beszélni. Megértem, igen, tudtuk, hogy nem fog 2021-ben megjelenni a God of War, de azért csak legyen már az, hogy én remélhettem, és láttam itt a sok negatív Nancy-t. Láttam, de így úgy voltam vele, hogy nem, 2020, jó lesz az, Kori összerakja, vagy lesz valami, vagy kiadja csak nekem, és aztán ti meg majd játszotok, amikor játszotok. Ezt találtam ki. Ezt még nem tudom megerősíteni, hogy ez nem így lesz. Csak ez még nem beszéltünk Korival. Viszont a jó hír, hogy PS4-re és PS5-re is meg fog jelenni, tehát hogy ez nem egy full next gen title lesz. Nem is emlékszem arra, hogy ki volt az, aki lehülyézett engem, amikor azt mondtam, hogy a Sony nem fogja azt megcsinálni, hogy az új exkluzív játékai csak PS5-re fognak megjelenni. Én megmondom őszintén, hogy hülyeségnek tartottam, főleg annak a fényében, hogy... Ó, az Ádám volt, bazd meg! Emlékszem, az a pod volt az. Hogy, bazd meg, nincsenek PS5-ök, miért csinálná meg a Sony azt, hogy nem adja ki PS4-re a játékot. Tehát van olyan, ami egész egyszerűen nem működik PS4-en. Tehát ugye Returnal az nem fog működni PS4-en. De az ilyen nagyobb cuccai, például a God of War-ok, az olyan hülyeségnek tűnik, hogy ne jönne. Meg a Kenya, Bridge of Spirits, miért ne jönne PS4-re. Azt megmondom őszintén, nem tudom, hogy jön-e hogy jön-e a Rift Apart PS4-re, vagy nem, az nem jöhet PS4-re, mert abban olyan mechanizmusok vannak, amiket egész egyszerűen nem bír már el a PS4. Nézzük meg.
PS5 exkluzív. Ezt megerősítette az Insomniac, hogy ez egy PS5 exkluzív játék lesz. Úgyhogy az biztos, hogy nem fog jönni. Viszont az mennyi? 11-én jön? Az 11-én jön, én már leadtam a PSID-mat, hogy köszönöm szépen, igen, nagyon szeretném azt a játékot. Köszi. Úgyhogy nagyon várom, hogy megérkezzen a tesztpéldány. De úgy fog megérkezni a tesztpéldány, hogy nem fogok belenézni azelőtt, hogy streamelni tudnám. Jó? Tehát együtt fogjuk elkezdeni a játékot, abban a másodpercben, ahogy lejár az embargó. Mert a Ratchet & Clank egy ilyen különleges helyet foglal az én szívemben. Nem beszélünk róla nagyon sokat, mert nem nagyon volt róla mit beszélni az elmúlt években. De én nagyon szeretem a Ratchet & Clank-et, úgyhogy azt mindenképpen fogjuk majd játszani. Valahol egyébként tökre megértem azt, hogy csúszik a God of War, mert mikor jött ki az előző? 2017 God of War, de lehet, hogy 2016 vége. Uh, 2018 áprilisában, most 2021 van, három év az nagyon-nagyon kevés, főleg úgy nagyon-nagyon kevés, hogy ugye ez pont egy generációváltással együtt van, és akár mennyire is egy generációváltás az tök jó tud tenni egy sorozatnak, mert nyilván kinyit egy csomó kaput, viszont rengeteg ilyen technikai difficulty van, és látszik, hogy a Sony az belső stúdióinak kiadta, hogy figyelj, hát van itt ez az SSD, úgyhogy ezzel most már csinálni kellene valamit, ami megmutatja azt, hogy mennyire jó, hogy nálunk van egy SSD. Úgyhogy mindig van az a problémája a release után megjelent, vagy az új platform, az új architektúra és az új konzol után megjelent játékoknak, hogy így úsznak a technikai lehetőségekben, és néha felkötik magukat ugyanezekkel a lehetőségekkel. Ábelem, nagyon köszönöm a 10 hónapot. 10 hónap az már másfél év, baszki, nagyon durva vagy. A végtelenbe és tovább. Én is azt mondom, a végtelenbe és tovább. Na mindegy, rá fogok tweetelni Korira, hogy nekem erekcióm van, és nekem addig lesz erekcióm, addig meg nem jelenik a játék. Ha már Sony! Nem tudom, hogy ez most vicce, vagy nem vicce. De van egy... Oh, gets. Pillanat. El van cseszve minden. És ezt most nem is tudom megjavítani streamben. Nagyon hülyén néz neki, ha most megjavítani. Ja nem, de én meg tudom javítani. Melyik az? Eli? Ez az Eli kamera lesz. Várjál. Átváltok erre. Nem. Akkor nem ez az. Kamera 3? Nem. Display show. Nagyon jó. Igen, ez, és akkor így. Ja, jó. És akkor így. Minden tud a Dávid. Nagyon köszönöm a kávészünetet. Igen, szükségem lesz még egyre. Az első kávém alatt streamelek, gyerekek. Az első kávém alatt. Itt a seggből, szájba dévvel. Haló? Szóval bejelentettek egy Balenciaga nevű cég bejelentett egy ilyen PlayStation-es egy PlayStation-ös ruha kollekciót. Ez a pulóver, amit itt láttok,
ez 665 euróba kerül. 230 ezer forintba. És ez megvan, hogy ez, ezen rajta van egy PlayStation 5 logó. Tehát, hogy ez... ez ennyi. És ez a honlap, tehát, hogy ez a honlap, ez a póló, amire rajta rá van írva, hogy Balenciaga PS5 november 20, ez a póló 510 euróba kerül. Ugyanennek a fekete verziója is 510 euróba kerül. De ezen még... ó, nincsen rajta. Ja, ez a háta, bocsánat, ez a háta. Mert hogy a hátán rajta van ugyanaz, pontosan ugyanaz, csak még az is, hogy november 2020 collection. De a 665 eurós pulcsi az, ami... én bazzeg ezt nem értem. Viki nem jön ma. Viki, hazajött a testvére. Hazajött a testvére a Észtországból. Úgyhogy, úgyhogy hazament, hazament nyalogatni egymást. Elfogadták a videót, gyerekek. Elfogadták a videót, úgyhogy ma új videó lesz a csatornám. Ráadásul egy olyan új videó lesz a csatornán, ami mintegy meghatározza, vagy előre vetíti azt, hogy mik az én terveim a, az FVG-vel kapcsolatban a jövőben. Az a helyzet, hogy ez a videóeszés vonal, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. A, ami egy kicsit, kicsit olyan, mint, a, mint amit Twitch-en csinálunk, csak egy heavily edited, scriptelt tartalom, amiben, amiben ilyen érdekes kérdéseket járunk körbe. És nem társasjáték, igen, nem társasjáték. Akartok, akartok erről nagyon őszintén beszélgetni? Mondjátok, mondjátok meg nekem. A kicsit random lesz, de még Ungár Petis videón felbuzdulva kérdeztem, hogy nem lenne kedved egy hasonló beszélgetést, és Bencsik Jánossal, Jobbik volt Budapest elnöke, jelenleg polgári válasz elnöke, és országgyűlési képviselője. Ha igen, akkor... kérhetnék elérhetőséget hozzád, vagy ha gondolod, akkor privátban áldobom a sajátjainkat. Nem emlékszem, hogy láttam volna ezt a, ezt a kérdést. És Bencsik János neve, megmondom őszintén, hogy nagyon ismerős. Give me a sec, bro. Give me a sec. De látatlanban is azt tudom mondani, hogy, hogy volt jobbikos. Abszolút. Abszolút. Az, hogy mi a faszom az a polgári válasz, azt nem tudom. Úgyhogy ennek, ennek muszáj utána néznem. That's some weird shit in it. Belső iránytűnk a kereszténység tanítása. Hú-hú-hú.
lesz miről beszélni. A család a legfontosabb. Önkifejezés szabadsága. Erős középosztály. Szellemi, lelki és erkölcsi megújulás. Interesting shit. Interesting shit. Van kedvem? Nagyon akarom? A minden elérhetőségem kín van, amire csak szükséged lehet. De hogyha rám írsz itt, akkor én azonnal válaszolok. A kereszténység és a család. Jó, tetszik, menjen. Nagyon kíváncsi vagyok. Jobboldaliak. Gondolom, igen, jobbosok. Erős. Erős a content, gyerekek. Erős a content. Nézzük, benne vagyok. Összevesztek Jakab Péterrel, aztán kivált és csinált egy pártot. Jó, figyelj, én abszolút benne vagyok. Ha itt rám írsz, én válaszolok, és összehozzuk. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik az ötlet. Szaszget! A szegény Jakab Péter. Ő most megette elég csúnyán. Elég csúnyán. Név a vérnyomás emelés elkezdett híve. Miért? Nem. Semmi ilyesmiről nincsen szó. Tehát, hogy semmi más nem szeretnék jobban, mint jobboldali párt emberekkel, meg jobboldali aktivistákkal beszélni arról, hogy ők mit gondolnak arról, ami itt történik. Ennyit szeretnék. Hát ez a legzsírabb, gyerekek, mert hogy idehívhatunk embereket, akik egyetértenek, de abból aztán nem tanulunk az ég egyatt a világon semmit. Nekem tök fontos lenne megtudni azt, hogy amikor valaki azt mondja, hogy a keresztény értékek mellett szeretné intézni az ország irányítását, az mit jelent? Bebújni a keresztény értékek mögé, és onnan, idézgetve a Bibliából, elnyomni másokat, vagy egészen egyszerűen magukével tenni az eredeti keresztény értékeket, miszerint mindenkit szeretni kell. És mindenki felé empátiával és szeretettel kell viszonyulni. Ez, tehát, hogy a kereszténység ellen azért lépek fel erősebben, mert gecire nem az a kereszténység, amit így elhitetnek veletek. Ahogy a hazafiság sem az, amit jelenleg jelent. Mert mint a politikában, I guess. Nagyon adom. Írjál rám, most írjál rám, szervezzük le, csináljuk meg, rám írtál, nagyon jó. Jelentkeztek e-mailben, nagyon szuper, parádé. Várj egy kicsit. Ezzel az e-mailen kérlek meg. Ezen a telefonszámon leginkább. Én egy ilyen old school telefonparty ember vagyok, mert hogy sok minden valamit meg lehet beszélni.
A korai lenne átmenni a politikára, közben láttam egyébként, hogy Bly beküldte ezt a cikket, én ezt olvastam, amikor kijött. Tavaly évközben, miszerint bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam. Ez a bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam, ez nem, azért nem így működik. Tehát neked, mint kis József, nem kell félned attól, hogy lekapcsolja nálad az internetet az állam, mert hogy itt szervereket kapcsol le. Tehát nem oda megy hozzád, aztán Semmilyen Zsolt lehajol, megkérdezi, hogy hol van a router, és aztán megkérdezi, hogy hol van a modem, és aztán oda is kihúzza. Nem, nem így működik, hanem egész egyszerűen, amikor valami nemzetbiztonsági veszélyre hivatkozva lekapcsolhatják a szervereit például bizonyos adatközlő szolgáltatásoknak. Avidom, nagyon szépen köszönöm a 14 hónapot, 2 év, bazd meg, 2 év. Vagyis lemerült a telom, lehet ezért nem értél el. Edd ki. A 14 az már majdnem 2 év, gyerekek. Ja, szóval ez félelmetes és undorító, de nem úgy félelmetes és undorító, ahogy először hangzik. Tehát, hogy az én internetemet nem tudják lekapcsolni, mert a Twitch internetét kéne lekapcsolni, meg a Twitch szervereit, ami ugye értelemszerűen nem egy működőképes dolog, mert, és valószínűleg ezt Zsótinak senki nem magyarázta el, hogy ha erősen imádkozik, akkor egész egyszerűen a Isten az levesz a sávszélből, ez nem így működik. És valószínűleg Zsoltinak a fejében egészen máshogy működik, az emberek nagy részének a fejében egészen máshogy működik, mint ami valóságban megtehető ezzel. Itt azok a hirdetési piacból élő híroldalak, amik esetleg nem kívánatos cikkeket hoznak le, amire valamilyen logika folytán, vagy logika mentén rá lehet nyomni azt, hogy nemzetbiztonsági kockázattal jár, azoknak 90 plusz 90 napra lelőhetik a szervereit. 90 plusz 90 nap. Az valójában azt jelenti, ha valakinek lelőtték a szervereit, akkor tönkrement. Ennyi, pont. Tehát onnan nincs visszaút. Ki tudja azt, az fél év, gyerekek, ki a faszom tudja fél évig fizetni úgy a beosztottjait, az újságírókat, hogy utána feláll a magazin. 90 plusz 90 nap. Tehát, hogy ez egy undorító erő. Senkinek a kezében nem való. Csak mondom, tehát, hogy nem tudnék olyan politikus mondani, akire így rámutatni, azt mondom, hogy jól van, parancsolj, akkor te leszel a felügyelőtte ennek, se nem adnám egy kétharmados hatalomnak a kezében. És senkinek, aki az ellenzékben van, senkinek. Valami miatt az emberek azt hiszik, hogy az ellenzék bármiben más, mint a Fidesz. És én lehet, hogy igen, de hogy meggyőződve nem vagyok róla, az egészen biztos. Az egészen biztos. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a saját hatáskörében úgy ítélheti meg. Ejjjjj. Azért kipróbálnám, milyen 12 után egy nem Fidesz kormány. Szerintem ezt mindenki kipróbálná, tehát hogy mindenki szívesen ránézne erre a lehetőségre. Már csak tudod, ilyen pervers kíváncsiságból is, hogy ilyen az, amikor nem döntenek a fejünk fölött azonnal mindenről. De közben meg érted? Tehát, hogy ez nem lesz akkora változás, mint amekkora változást szeretnénk ebből.
a Fidesz jelenleg a lehető legfelkészültebb arra, hogy esetleg elvesztik a választást. Az, amit csak az elmúlt egy hónapban kiszerveztek az állam alól neres cégekbe, már az önmagában van olyan, ami 10 év visszafordítani. És most nyilván a hasamra ütöttem ezzel a 10 év dologgal, de nem múlik el ez nyomtalanul. És Vitya is megmondta, hogy ütlast az ellenzékben, úgyhogy ne aggódjanak, hogyha valaki attól félne, hogy ő egész egyszerűen behúzott farokkal eltűnik a politikából. Nem. A pénz lesz a hatalom. De már azzal is egy kicsit, hogy is mondjam, azzal is egy kicsit nyugodtabb az ember lelke, hogy nem az van, hogy valaki fel kell kedden egy remek ötlettel a fejében, és aztán az csütörtökön törvény. Úgyhogy ez szerintem egy megnyugtató gondolat akkor is, hogyha csak részlegesen oszlik meg a hatalom, vagy külső szemlélő számára lényegesen oszlik meg a hatalom. Megint 2/3 lesz, akkor költözünk. Én ezt mondtam a múltkor is. És aztán találtunk egy lakást. Én nem akarok elmenni. Egész egyszerűen nem akarok elmenni Magyarországról. Én szeretem ezt az országot, én úgy érzem, hogy tudok tenni ezért az országért. Úgy érzem, hogy egy hasznos állampolgára vagyok ennek az országnak, és nem utolsó sorban úgy érzem, hogy ha az összes hozzám hasonló elmenne, akkor az nem egy olyan ország, amiben a maradék élni szeretne. Ja. Igen, hát Kimnek egyszerű helyzete van, hogy ő bármikor visszakozhat a Szovjetunióba. Egy magyar gyűlölő, gonosz lipsi vagyok? Hát nem a szívem csücskei a magyarok, de liberális nem vagyok. Gonosz? Nem, gonosznak sem mondanám magam. Ilyen tudod, ilyen véleményterroros kis geci, azt mondanám. Megváltozott a véleményed. Hát örülök. Én nem vagyok magyar gyűlölő, csak nagyon reálisan látom azt, hogy mi a magyarság, és hiszek abban, hogy ez nem az igazi magyarság. Tudod? Én úgy nőttem fel, édesapámnak volt egy kempingje a Balatonparton, és én minden nyaramat ott töltöttem. Tehát, hogy kicsöngettek az iskolából, és én mentem le a kempingbe, és ott töltöttem az egész nyaramat. Imádtam, szerettem minden másodpercét annak, és ez ugye erősen a vendéglátás. Láttam azt, hogy apám hogy viszonyul a külföldiekhez, meg a látogató magyarokhoz. És bennem az volt meg, hogy a magyar egy vendégszerető, kedves, befogadó, jó fejnép. És ahogy nőttem fel, és egyre inkább figyeltem oda arra, hogy mi történik a politikában, mi történik a társadalmunkban, egyre halványodott ez a kép. A magyarokról, és azokkal a magyarokkal, meg főleg akikkel ugye kint találkoztam Angliában, amikor kinn éltem, és én amondó vagyok, hogy valahol igazából a kettő között van az igazság. Nem ez a nagyon hangos xenofób réteg a magyarság, és nem is az overly, gyere bazd meg, persze, miért ne? Ember, hanem valahol a kettő között, és az a baj, hogy túl sokat látjuk az extrémet ahhoz, hogy így meg tudjuk mondani, hogy mi a magyarság, és én iszonyatosan fel vagyok háborodva attól, hogy nekem azt mondják, hogy én nem vagyok magyar, tehát, hogy én nem vagyok egy hazafi, én nem vagyok magyar, és az állampolgárságom az egyetlen, amit tart, menjek el innen.
engem ez felháborít egy kicsit, mert szerintem anélkül is lehetsz magyar, hogy nagyon el vagy keseredve Trianontól, hogy gyűlölöd a bevándorlókat, hogy utálod a melegeket. Tehát, hogy számomra nem ez a magyarság. Nekem a magyarságról mindig az volt meg, hogy ez egy befogadó, jó fej, sírva vigadó nép. Ez így van, ez. Az általánosítás ez nem egy jó dolog. És amikor itt kollektíve szídják a magyarokat a TESZ, akkor arra gondolnak, arra a magyarságra gondolnak, amit a kormány és a kommunikáció, a kormány kommunikáció az magyarként apostrofál. Tehát, hogy azzal nem tudnak nagyon-nagyon sokan együtt érezni, és ezért érzik magukat, köztük én is, ilyen kívülállóként, hogy kisajátítják a kokárdát, kisajátítják a nemzeti ünnepeinket, és nem arról szólnak ezek, amiről szerintem szólniuk kellenének. Az magyar, akinek az unokája is magyar? Ja, jó van. Jó van. Csinálják, ahogy szeretnék csinálni. I'm good. Én el vagyok a kis dolgaimmal. Az megott, hogy Radics Petit megtalálták, hogy mennyiért fogná be a száját a választásig? Micsoda! Micsoda! Én nem követem Petit, az a baj. Vicces, amikor megkeresnek szépen óvatosan, ajándékkal, széles mosolyjal az arcon, hogy burkoltan rákérdezzenek, mennyiért lennék hajlandó csendben lenni a választásokig. Radics Peti a szinkron paródiával, meg a Facebook idióták sorozatával kockázatot jelent a kormány számára. Ez számomra nagyon vicces, nem gondoltam volna 13 éve, hogy egy szimpla Harry Potter szinkron paródia idővel választásokat befolyásoló tényező lesz, amit Orbán Viktor sírva diszlájkol. Imádom. Mondom más, hogy ez az Indexen jelent meg. I like it. A szekunder szégyen még él? Persze, hogy él a szekunderszégyen.hu. Én nem nagyon követem Radics Petit, az a helyzet, de lehet, hogy kellene. Lehet, hogy kellene. Petit a podba. Petivel egyébként nagyon sok közös témánk lenne. Ugye ő is pánikbeteg. És ő is, hát hívjuk kormánykritikusnak. Úgyhogy igazából izgalmas lenne. Nem tudom, hogy neki ez mennyire pálya. Nem beszéltünk nagyon régóta. Szerintem nem beszéltünk a Play-t óta. Ja, szerintem akkor utoljára talán. Lófaszt, lehet, hogy rosszul emlékszem, a VR-nak azon a rendezvényén, azon ott volt. Net, mintha onnan rém lenne, hogy beszéltünk, de nem, annyira nem vagyok benne biztos, hogy annyira összefolynak ezek a dolgok, hogy nem tudom.
Fú, azon nagyon őszintén meg voltam lepődve, hogy engem oda meghívtak. Esküszöm, a mai napig fingom nincs, hogy miért. Fingom nincs. Minden esetre meglepő volt. Nem tudom, hogy Veszprémi, azt tudom, hogy valami Veszprém környéki. Vajon ki a faszom kereste meg Petit ezzel? Ki kereshette meg ezzel? Az nagyon, nagyon érdekes. Azonnal rá fogok írni. Szerintem nekem meg vagyunk egymásnak Facebookon, nem? Mintha beszéltünk volna már valamikor. Engem mikor fog... Gyerekek, hányan nézik ezt a streamet? 200-an? Senki, soha. Ez lófasz. Az én elérésem az lófasz. Annyira az inger küszöb alatt mozog, hogy valójában senkit sem fog érdekelni. Nem, ez más. Legyen, történjen meg, de nem fog megtörténni. Nem fog megtörténni, abban teljesen biztos vagyok. Ez nagyon durva. Ugye most amiről már beszéltünk egyébként többször is, hogy az egyik legundorítóbb választási kampány előtt állunk jelenleg. Tehát itt ez nagyon-nagyon-nagyon fog fájni. És ennek a kampánynak a nagy része az interneten fog zajlani mindenkinek a szeme előtt. És valószínűleg ez lesz benne a legfájóbb, hogy így nem fogod tudni elkerülni. És a kormány az ráébredt arra, hogy az interneten így nem nagyon tudja felvenni a versenyt a fiatalokkal. Ugye volt ez a Megafon, vagy mi a faszom, amiben jobboldali influencereket akarnak képezni, ez ugye még nem tudom, hogy ez mit fog szülni, de ugye az influencer képzés az nem feltétlenül így zajlik, hogy te elmész, és aztán egyszer csak influencer lesz belőled, de there you go, próbálkozzanak, aztán hogy hívják, Rákai Filip, ő most csinálja a Partizánnak az ellenpólusát, ami hogy fogják hívni? Patriótát, ezt köszönöm szépen, Patriótának fogják hívni. Rákai Filipet nem a Patreon, nem a Megafon szülte, hanem a fájdalom, amikor egy pestises mongúz, véres gecie véletlenül találkozott egy döglött angolnával, akkor született Rákai Filip, és szerintem ezt ő is vállalja, annyira nem lenne meglepő. De hogy ő egy teljesen független, tehát nulla állami támogatásból fog pörögni a Patrióta, természetesen. Az igazi kérdés, mert ugye ezzel lehet vergődni, tehát hogy ez teljesen rendben van, nyilvánvalóan mindenki megpróbálja kitermelni a saját kis szószólóit. Csinálják, persze, le is szarom. Az, ami engem érdekel, hogy megpróbálnak-e megvásárolni már valamilyen formában established
surf influencereket. Mert hogy nincs a, ugye a legtöbb influencer az meg a legtöbb tartalomgyártó, és ezt most nagyon-nagyon külön venném, a nem aktív politikailag. És ennek két oka van. Az egyik az, hogy, hogy a legtöbb embert ez nem érdekli, és nem vállal aktív szerepet ebben. A másik pedig, hogy nyilvánvalóan ő abból él, hogy különböző díleket tud szerezni. És akármennyire is a legtöbb partner mondjuk nem szimpatizál a kormánnyal, viszont nem akarnak olyan tartalom mellett megjelenni, ami kritizálja a kormányt, vagy egyáltalán politikailag aktív, mert hogy ez egy veszélyes hirdetési felületté válik ezáltal, ami egy megosztó tartalom lesz ezáltal, és a politika az az egyik legmegosztóbb dolog Magyarországon, mert hogy a ne politizáljunk rigmus az odáig nőtte ki magát, hogy egész egyszerűen nem lehet értelmes beszélgetést folytatni a politikával kapcsolatban. Igen, Szatta, ki most beszélünk erről. Úgyhogy nagy kérdés, hogy kit lehet erre rávenni. Mert azt ne gondoljátok, hogy attól még, hogy egy csatorna, mondjuk nem politikailag aktív a saját közösségi oldalain, meg a saját tartalmában, személyesen nem az. Meglepődnétek, hogy milyen emberekkel találkoztam tüntetéseken, akik több százezres követő táborral rendelkeznek, és nagyon tudatosan tartják ezt távol a tartalmuktól, mert hogy egész egyszerűen nem való oda. És ez egy tök érthető dolog, hiszen ebből élnek. És jelenleg nem ott tartunk, hogy te akármit mondhatsz, és aztán attól függetlenül ugyanazok a hirdetők, azok ott lesznek. Ja. Szóval... megtippelni sem akarom, hogy kik azok, akiket meg lehet venni. Őszintén szóval nem tudom. Tartalomgyártóból szerintem senkit nem tudnak, nem lehet megvenni. Egyszer lehet valakit megvenni. A major nagy tartalomgyártókból egyetlen egyet sem lehet. A meggyőződésesről én nem tudok, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen olyan nem jobboldali érzelműről tudok, de fideszesről nem. A influencereket viszont valószínűleg igen. Influencereket szerintem meglehetősen könnyen. És őket sem ennyire direktben, hogy szavazz a Fideszre, hanem hogy szavazz valami ellen inkább. A Amphil elfogadta az oligó hirdetést, de a követi felháborodására visszamondta. Igen, a Amphil nem jobbos, Amphil csak nem tájékozott. És hogy nem tájékozott, azért nem tudta, hogy kikereste meg, látta a pénzt, és azt mondta, oké, hát ezért én nagyon szívesen vállalom ezt. Mert hogy Amphil szerintem politikailag legkevésbé aktív élőlények közé tartozik. Pénzes, persze, de hát, hogy ez így... Ezért nem lehet valakit okolni. Azért lehet okolni valakit, hogy nem néz utána, hogy mi a helyzet. Én arra gondolok, hogy ha te meggyőződésesen azt mondod, hogy szerintem ez így zsír, szerintem az, ami történik, az fasza, én ezzel teljes egészében egyetértek, please, get me some more of that. És ezért beállsz mögé. Ez teljesen rendben van. Viszont ez azért nagyrészt a pénzről szól, gyerekek. Tehát, hogy Rákai Filip mennyit vett ki a cégéből?
Filip az meg. A Rákai Filip tanácsadó cége 540 millió forintos forgalommal és 392 millió forintos profittal zárt 2020-ban. Képzeld el azt a szituációt, hogy a cégednek Rákai Filip tanácsadására van szükséged. Mennyit kell visszaosztania? Hát ezeket sose tudjuk meg. Az ember hall egyet mást, olyat, hogy amit nem tudnék. Pletykák szintjén tudom ezt, a gamingben elköltött pénzek, tehát hogy a magyar gamingben, főleg a magyar e-sportban elköltött pénzekből lehet következtetni, hogy nagyjából mennyit kell visszaosztani, és nem azt mondom, hogy a felét, de azt sem mondom, hogy nem a felét. Pletykák. Ki tudja, hogy igazak-e. Lehetséges, nem tudnám kizárni, hogy Rákai Filip tanácsadása az egyik legértékesebb dolog ezen a földön, és bőven megéri azt a sok százmillió forintot, amit kifizetnek érte. Egyes emberek szerint Rákai Filip píkelt a Viva TV-n, és ott kellett volna meghalnia a Viva TV-vel együtt. Ez egy másik álláspont. Ki melyiket képviseli? Pénzből és fizetésből él, igen. Ő is pénzből, mi is pénzből és fizetésből élünk. Ő is pénzből és fizetésből él. Sőt, a miniszterelnökünk is bérből és fizetésből él, és neki is nagyon kemény volt ez a járvány. Már-már túl kemény. És olvastam egy nagyon vicces cikket, hogy ki tudja, hogy igaz-e, hiszen a 444-en jött le, ami egy nyíltan baloldali provokációra összerakott oldalon, hogy 15 milliárd forintos osztalékot hozott a lélegeztetőgép biznisz az egyik beszerző cég tulajdonosainak. De nem hiszem, hogy valaki egy világjárványon, amiben 30 ezer magyar hal bele, abból ő nyerészkedni akarna, nem? Tehát, hogy ez azért nem egy nagyon keresztényi dolog. Márpedig mi egy keresztény ország vagyunk. Üps. Na jó, mozduljunk tovább az E3-ra, mert hogy van idén E3 végre, mármint digitális E3, nem kell kiutazni Amerikába, hála az égnek nem kell kiutazni. Borzalmas, sokkal többet látsz az E3-ból, ha itthon ülsz a kis képernyőd előtt, mint hogyha kim vagy. És most egész jól el vannak osztva egyébként, a dolgok. Egy részét fogjuk tudni együtt nézni élőben, és majd ránézek egyébként, hogy lehet-e streamelni, de én együtt szeretném veletek ezt nézni. Úgyhogy ha más nem, akkor majd berakjuk ugyanazt a streamet, és nézzük együtt úgy, hogy mondjuk nincsen kint az én kijelzőmön.
de majd meglátjuk. Ugye 9-én kezdődik, 9-e az pedig egy jövő hét szerda, és jövő hét szerdán Battlefield Reveal. Mindjárt megnézem, hogy a mi időzónánkban hogyan zajlik. Ez délután 4-kor lesz. Ezeket majd berakom schedule-be, jó? És akkor mindenképpen tudjuk majd együtt nézni. Ez még nem az E3 része, ugye az EA az külön csinálja ezeket a dolgokat. Biztos, hogy lesz más bejelenteni valójuk is, de nem az E3 keretében fogják ennek a nagy részét megtenni, hanem egy EA Play-ben, ami, ha jól tudom, akkor júliusban lesz. Viszont a Battlefield-et, hát azért azt csak megnézzük, nem? Aztán a Summer Game Fest Kickoff Live, ez Geoff Keighley-nek a Summer Games Festje igazából. És azt ígéri, hogy több mint egy tucat az elsőnek itt bejelentés lesz. Ezek között lesz a legkisebb vakapácák által lábbal mobiltelefonra fejlesztett platformer, de valószínűleg lesz egy-kettő ilyen nagyobb játék is. Ez június 10 és este 8, úgyhogy ez az első, amit közösen fogunk nézni, és én meg majd igyekszem nagyon ügyesen félretenni az ellenérzéseimet Geoff-val kapcsolatban. Igen, nem csípem annyira. De hát ez én vagyok. Netflix Geeked Week. Értitek? Netflix Geeked Week. Nincs olyan. Most már ez Netflix. Geeky shows. Egész héten. És ezt is Geoff fogja műsor vezetni. Amiben biztosak lehetünk, az a Witcher második szezonjának valószínűleg az egyik trailere, illetve itt fog megjelenni a Resident Evil CG series is. Ez 11-e este 6 óra. 11-e este 6. Ezt végig fogjuk nézni. És rögtön utána, amikor vége van, akkor a Koch Prime Time, az a Koch Media, a övék a Deep Silver, a Metro, a Saints Row, meg az ilyen fajta játékok, úgyhogy valószínűleg nekik is lesz valami mutatnivalójuk. Megmondom őszintén, hogy ez engem annyira nem érdekel, a titeket igen, akkor végignézhetjük. Aztán jönnek a nagyok! 12-e szombat este 9 óra, ez a Ubisoft Forward, ezzel indul a dolog, valószínűleg lesz Far Cry 6, valami a faszom vége Rabbids-ből, biztos, hogy lesz egy kis Just Dance-ecske, és könnyen lehet, hogy egy új Assassin's Creed is, bár azt megmondom, hogy arra azért még nem számítanék, hogy itt nagy Assassin's Creed-ezés lesz. Mikor jött ki a Valhalla? Tavaly, ugye? Tavaly a faszom tudja mikor. A Rainbow dolgokat általában nem hozzák ide, vagy ez egy school, mert ugye a Rainbow-nak volt egy külön eventje, ott bejelentettek igazából mindent, ami a Year 6-ről tudni lehet, és nem hiszem, hogy ezen kívül lesz bármi. A Quarantine-t gondolnám, ami nem Quarantine, hanem... Hogy hívják? A co-op shooter. Parasite! Köszönöm szépen, Gugesz. Parasite, így van. A Parasite-ról biztos, hogy lesz valami, a Skull and Bones-ra nem gondolnék egy másodpercig sem. A Beyond Good and Evil azt szerintem eltemethetjük, abból nem lesz semmi. Engem egyébként sem érdekel a Beyond Good and Evil annyira, hogy őszinte legyek, úgyhogy nekem az nem fáj.
A Skull and Bones-on meg csak nevetünk már igazából. A, valószínűleg lesznek kisebb update-ek arról, hogy mi fog még, hogy mi fog még történni. Ugye most bejelentették azt, hogy a Yubi az rámegy a free-to-play, free-to-play dolgokra, és free-to-play plus mikrotranszakció. És ebből csinálnak most egy Division játékot, ami teljesen ingyenesen játszható lesz, és valószínűleg foson lesz mikrotranszakcióval. Ami működhet nagyon jól. A mikrotranszakció alapból nem egy sátántól való dolog. Egyáltalán nem. Tök jó, hogy ingyen hozzáférsz egy játék alapjához, és aztán költesz benne pénzt, hogyha akarsz. Egészen addig, ameddig ez nem egy pay-to-win rendszer, hanem azért költesz benne pénzt, mert kurva jó a játék, szívesen játszod, és akarod, hogy állófaszú lila pónik legyenek a fegyvereden, addig ez tökéletes. Meglátjuk. Lehet ezt jól csinálni. A Ubisoftnak még nem sikerült, de lehet, hogy ez most ők kitalálták, hogy ez hogy lesz jó. Utána Guerrilla Collective érkezik. Indie game. As part of the Guerrilla Collective will also hosting streams for black voices in gaming and wholesome direct. Nem tudom, hogy ez micsoda. De gondolom a fekete fejlesztők ünneplése a gamingben. Én megmondom őszintén, hogy nem tudok nevesíteni fekete fejlesztőt. Szerintem a 15 év alatt egyetlen egyszer sem interjúoltam fekete fejlesztőt. Ha, ez érdekes. That's interesting, for sure. For sure. What is fekete fejlesztő? Hát, ugye vannak ezek az ilyen pale arcú, fehérnek mondott, de inkább rózsaszín bőrű emberek, és az őket hívjuk fehér embereknek, és aztán vannak a fekete emberek, akiknek ilyen sötétebb a bőre. És e között vannak még árnyalatok, és ez egy ilyen evolúciós dolog, hogy hol nőttél fel, és hogy mihez kellett a bőröd pigmentjeinek alkalmazkodni, de hogy semmi köze nincs a személyiségedhez, meg semmi ilyesmihez. Bár most már igazából, amióta... Na, rasszizmus, hosszú téma. Ja, hogy a fekete szoftverek... Nem. Na, E3 schedule június 13-a este 7 óra. Xbox és Bethesda. Na, ez az, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy nem leszek itthon, ugyanis 13-án, ez egy vasárnapi nap, megyünk el ünnepelni a házasság évfordulónkat Júlcsival. Úgyhogy egy ilyen kis Airbnb-ben leszünk az erdő közepén, és én így néha ránézek, hogy bejelentettek-e valamit, de nem ünnepeljük az E3-mal. Legalábbis Júlcsit annyira nem érdekelné szerintem. Női fejlesztőt nagyon-nagyon kis arányban. Női PR-ost sokat, de női fejlesztőt nagyon kis arányban. Jade Raymond-dal csináltam egyszer egy interjút. És valószínűleg nem tudom rárakni az ujjamat, hogy volt-e más. Nagyon feelinges, ott voltunk, legalábbis nem ugyanott, de nagyon közel hozzá voltunk az ilyen kis előnászútunkon is, és nagyon élveztük. Na, mit akarunk a Microsofttól, gyerekek? Hát nyilván egy új Microsoft Store-t, azt nagyon-nagyon szeretnénk. Biztos, hogy lesznek nagyon-nagyon szép számok arról, hogy mi történt a Game Pass-ben, ami továbbra is az egyik legjobb deal
a gamingben. Ezt azt hiszem, hogy bemondhatjuk, hogy jelenleg a legjobb ár-értékarányú dolog az egész gamingben az az Xbox Game Pass. És én nagyon várom azt, hogy rájöjjön a többi cég is. Azt főleg várom, hogy a PlayStation Now-ból legyen valami olyan, ami számomra is értékelhető, mert ugye nekem PS4-em és 5-öm van, amiket nagyon szeretek, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha valami hasonló deal születne Sony oldalon is, de erre nagyon kevés lehetőség, mert ugye a Microsoftnak megvan az a nagyon előnyös helyzete, hogy rengeteg játékot ad ki, és PC-n és konzolon is van market share-je. Ennyi. Úgyhogy a Sony inkább azt csinálja, hogy kiadja a PC-re a PS exkluzív játékait, amik szintén nagyon jók, meg anyagilag valószínűleg elég jól jönnek ki belőle, hogy egy Uncharted 4-et mindenki meg fog venni. Na. Na. Mi van a Microsoftnál? Ugye a teljes Bethesda és a Bethesdának az összes készülő játéka. Ez valószínűleg elég jó lesz. Viszont minden Bethesda címhez egy kicsit túl korán van. Ugye Doom az biztos, hogy nem lesz most új, azon nagyon csodálkoznék, DLC maximum. A Doom Eternal geci jó lett, úgyhogy azt mindenkinek nagy szeretettel tudom ajánlani, mert ez egy kibaszott jó játék. Az Elder Scrolls 6 van még ott, ami érdekes lehet, de szerintem ahhoz is nagyon korán van, hogy azt bejelentsék, abból azt hiszem, hogy eddig egy... Mit láttunk? Azt hiszem egy logót. Egy jó logót. Ugyanakkor, amikor igen, az egy logó volt, és jó idő. Úgyhogy abból szerintem nem sok minden lesz. Van az Obsidiannak az Wild nevű játéka, amiből valószínűleg, hogy többet fogunk látni. Ez egy RPG, kicsit ilyen Skyrim-os dolog lesz. Eddig egy reveal trailert láttunk. Köszönjük. Ami igazából nem tud nagyon sokat. De az biztos, Psychonauts 2 az ugye ott van náluk, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Illetve ugye nyilván a Microsoftnál ott van a Forza, az abból valószínűleg lesz valami, mert Microsoftos rendezvény Forza nélkül nincsen. Illetve Halo Infinite. Ugye ezt elhalasztották tavaly, borzalmasan nézett ki az egész, úgyhogy azt nem csodálnám, hogyha most ezt összeszedték volna, és megmutatnák egy olyan részét, ami tényleg izgalmas, és azon se csodálkoznék, hogyha nagyon hosszú ideig ez lenne az utolsó Halo, amit látunk. Egyáltalán nem csodálkoznék rajta. A Halo elfáradt, az már nem az a System Seller, aki volt annó. Meg elment onnan mindenki, aki különlegesé tette ezt a dolgot. Elfogyott a kávém. Tudjátok, mit jelent ez. Elmegyek főzök egy kávét. Egy pillanat.
Na. Nem illegitim egyáltalán. Kiváltották. Ki volt váltva? Jó? Csak, csak korábban sokkal. Elnézést. Ne hozzátok ide a Dániát most már. Hol tartottunk? Igen, Microsoft. Szerintem a Microsoftot körbejártuk. Utána jön a PC Gaming Show, amihez valójában még mindig nagyon ragaszkodunk, pedig... továbbra sem értem, hogy... hogy mi értelme van ennek. Emlékszem, amikor még a Neocornál dolgoztam, akkor nyilván tök jó lett volna betolni a PC Gaming Show-ra a játékot. Az baj, hogy nem tudom, hogy titoktartás alatt vagyok-e még, de azt hiszem, hogy még titoktartás alatt vagyok, mert hogy 5 év, úgyhogy nem tudom pontosan megmondani nektek, hogy mennyibe került oda bekerülni. Azt tudom mondani, hogy nem éri meg. Nem éri meg. A nézettségi számok alapján semmiképp, meg az, hogy annyira fossával rásolva az az egész, hogy elképesztő. Tehát, hogy ilyen egy pillanatra másik, úgy, hogy én szerelmes vagyok D9-ba. Szerintem D9 az egyik legszórakoztatóbb figura a Földön. Nagyon örülök, amikor Hearthstone-ozik, de sajnos nagyon sokat játszik ilyen RTS-ekkel, amiket lefosok, úgyhogy azokat nem tudom nézni. Itt a közepesen ismeretlen PC-s title-ökre lehet igazából számítani. Ez ugyanúgy még mindig a PC Gamer sajátja, de ugye egyre kevesebb van belőle abból, amiért a PC Gamert szeretjük. Úgyhogy nagyon sok PC-s trailer egymás után, nem tudjuk még, hogy mikor fog indulni. Lesz még egy Future Games Show nevű dolog, ami a Games Radar-nak a sajátja lesz, és nagyjából ugyanerre lehet számítani. Ez ugye a PC Gamer és a Games Radar azok ilyen lánylapjai, barátlapjai egymásnak. Ez volt június 13, nem nagyon tudunk a június 14-ről semmit, 15-én lesz a Nintendo Direct, és ez ugye, mint mindig, ez egy 40 perces, előre felvett videó, amit lestreamelnek, és ilyen 2021-es release-ekről fog majd szólni. Nintendo gyerekek, megtippelni is tudom, hogy mit fognak bemutatni. Én nagyon örülnék, hogyha láthatnánk egy kicsivel többet az új Zeldából. Ne adj Isten, esetleg egy megjelenési dátumot is az új Zeldához. Mert na az az, amit fossásszal rájátszanék. De hogy ezen kívül a Nintendo azért mindig hoz meglepetéseket, és simán lehet, hogy lerántják a leplet az új Switchről. Ahogy Ádám is mondja, igen, a Super Mega Switch, ami ugye már Avril 80p, meg tud mindent, amit egy Switchnek tudnia kell, bár, hogy teljesen őszinte legyek, a jelenlegi Switchem is tud mindent, amit egy Switchnek tudnia kell. Most például haza fogunk menni a hétvégén Győrbe, ráadásul hosszú idő után először vonattal, úgyhogy elő fogom venni, leporolom a Switchemet, és megsétáltatom a Necromanceremet Diablo 3-ban. Ennyit kell tudni. Az idei E3 az nagyjából ebből fog állni, ugye Activision-ről fingunk nincsen, az Electronic Arts az EA az a Play csinálja majd, elméletileg július 22-én, tehát hogy jó bő egy hónappal később. Ennyit tudunk, aztán lesznek majd még itt meglepetések valószínűleg. Mert ez az, ami biztos, de
Ugye a Sony az nem csinál, a Sony nincs itt, Sony nincs az E3-on, a Sony már így a saját dolgait intézgeti, és azon se csodálkoznék, hogyha lényegesen jobb eléréssel, mint ahogy az E3 dolgozik. De a Sony az tényleg meglehetősen ködös. Eléggé jó képünk van arról, hogy mik azok a major title-ök, amiken dolgoznak. Az, hogy azokon belül, tehát hogy meg tudjuk mondani minden egyes Sony first party-ról, hogy mind dolgozik jelenleg, a Naughty Dog-ot kivéve. És ott nem lesznek olyan iszonyatosan nagy meglepetések. A PC release-ek kapcsán lehetnek meglepetések, hogy mi jön majd még, bár most az Uncharted 4 az kiszivárgott, úgyhogy az biztos egy nagy meglepetés lett volna. A Band Studiót nem tudjuk. Jól van. Szegények, na. Nem kell belerúgni. Nem kell belerúgni. Ami még érdekes volt számomra, hogy Shroud nyilatkozott, és azt mondta, hogy a Valorant az első ilyen taktikai shooter hosszú-hosszú ideje, aminek a fejlesztőit effektíve érdekli, hogy mi van a játékkal. És nyilván ez egy ilyen backhanded kis pofonka a Valve-nek, mert hogy Shroud egyébként egy Counter-Strike játékos volt, ő Cloud9-nak volt az egyik sztárjátékos sokáig. Felettem a Valorant elment, gyerekek, és én megmondom őszintén, hogy hagyom is, hogy elmenjen. Nagyon sokan szeretik, tökre értem, tökre rendben van ez számomra, és ha valamit nem lehet elvenni a Riot-tól, az, hogy mennyire ügyesen ilyen tényleg ilyen gyógyszertáros odafigyeléssel csinálják a dolgaikat, és csinálnak e-sportot a Valorantból, és valóban végtelen mennyiségű nagy név, effektív nagy ex Counter-Strike Pro ment át, és lett sikeresebb Valorantban, mint ahogy Counter-Strike-ban valaha volt. Nézzük csak meg Hikót, érted? Tehát, hogy Hikó meg úgy megtalálta a számítását a Valorantban, hogy csak na. Nekem nem tetszik a Valorant, nem tetszik az art style, nem tetszenek a fegyverek. Nagyon nem tetszik a képességek. Nekem az utóbbi évek legjobb shooter élményét a Rainbow Six Siege adta. Elképesztő ez a játék. Nagyon rég szerettem valamit ennyire, amiben ilyen szar vagyok, mint a Rainbow Six Siege-ben. Na, annyian kiéknek benne pedig. Úgyhogy rá kell vennem az embereket, hogy azért játsszák, mert kurva jó a játék, és ne azért, mert mindenképpen mindenki nyerni akar. Jaj, Chris letörölte a tweetjét. Pedig akartam. Tudjátok, vannak ezek a Twitch, vagy Twitch? Vannak ezek a Twitter játékok, hogy rakd ki a legnépszerűtlenebb véleményedet valamivel kapcsolatban. És megosztott egy ilyet a Chris, a gaminges unpopular opinion, és odaírta, hogy a mikrotranszakciók és a DLC-k jók, még valamit, amire nem emlékszem, illetve, hogy az EA a legjobb kiadó a nagyok közül. Igen, Skull, ilyenek. És ott én azt hittem, hogy el fog indulni egy beszélgetés, mert odaírtam nyilván, hogy az első kettővel még valahol így bele tudtam volna magyarázni. Nem emlékszem, hogy mi volt a második, de mindegy is. Viszont
A Chris Guru, ő a PC Gurunak a szerkesztője volt sokáig, egy nagyon-nagyon szórakoztató srác, és én követem Twitteren, mert hogy egy szórakoztató fiú. Bácsi! És az utolsóba viszont muszáj volt belekötnöm, mert az Electronic Arts számomra a legfélelmetesebb, az egyik legfélelmetesebb dolog, ami a gamingben történik. És emiatt, még hogyha nem is nézzük azt, ezt is írtam, hogyha nem is nézzük azt, hogy mi történt a Battlefront 2-vel, mi történt nem is tudom, hogy milyen másik példát hoztam, meg nem nézzük azt, hogy a földbe vezetik a játéktörténelem legjobb stúdióit, akkor is ott van egy Sony, ott van egy Microsoft, akik egyértelműen jobbak kiadóként. Egyértelműen jobbak, minden metrik szerint. A félmetesebb, mint a Tencent. A Tencentet nem érzed annyira. A Tencentet nem érzed feltétlenül. A Tencent inkább csak egy másik jelentés szinten félelmetes. Az, hogy a Tencent, mint tulajdonos, az bele fog szólni abba, hogy mi az, ami megjelenhet egy játékban, és mi az, ami nem jelenhet meg egy játékban. És nyilván az egy ilyen nagyon Kína-friendly dolog kell, hogy legyen. De erre egyébként Tencentes pénz nélkül is rámennek a fejlesztők, mert Kína az egy iszonyatos market. Úgyhogy amikor itt ütjük-verjük a Blizzardot azért, mert nem ítéli el megfelelően azt, ami Kínában történik, ott bele kell számolni abba, hogy egy elég jelentős százalék a bevételnek. Az bizony Kína, és tényleg nevetséges. Mennyit cikid negyed délben ebédelni? Ádám, a te korodban igazából szerintem már a 4:12-es ebédelés az már késő is egy kicsit, nem? HSBG patch este? Adom. Ez az, amit mondok, Bad Sector, hogy nem tudod, hogy mekkora befolyás az egészen pontosan. Tehát, hogy nincsen a kezünkben semmiféle bizonyíték arra, hogy mi az, amit effektív meg kellett vágni. Vagyis, hogy ez enyémben nincsen. Én nem tudom így személyesen megmondani azt, hogy mi az, ami miatt amit Tencent miatt ki kellett vágni a játékból. Tehát, hogy én azt tudom, hogy a Bungie azért tudja még csinálni a Destiny-t, mert ott van a Tencentes pénz, és nem tudom, hogy mit változott a játék amiatt, hogy ott van a Tencentes pénz. Azt láttam, hogy Fudán karépül Pesten, ez most rossz dolog? Nehéz ezt megmondani. Én nem tudom, hogy ez mennyire rossz dolog. Azt érzem talán egy kicsit kérdésesnek, vagy legalábbis aggodalomra okot adónak, és nem értek ehhez, de hogy nagyon kicsit az én ízlésemhez képest kicsit túl szorosra fűzzük a szálakat egy kommunista diktatúrával. Hogy teljesen indokolatlan mennyiségű oltást veszünk tőlük nagyon drágán, és építünk nekik sok-sok milliárd forintból egy egyetemet. Tehát amikor azt mondtuk, hogy jó lenne pénz az oktatásra, akkor nem feltétlenül erre gondoltunk, én azt gondolom.
dolgos népünk győzni fog. Ja, szóval megmondom őszintén, hogy nem értek ez annyira, hogy véleményt alkossak róla, nem látom a gazdasági részét, vagy a társadalmi részét ennek az egésznek. Igazából az okát is csak megtippelni tudom a rendelkezésemre álló médiában mindenki számára elérhető hírek alapján. Én nem tudom, srácok, nem tudom. Feltételezem, hogy nem Kína két szép szeméért, vagy a magyar oktatási rendszer felvirágoztatása érdekében történik ez. És azt hiszem, hogy ez egy elég safe bet. Mostanában, hogyha meglátsz egy hírt arról, hogy történik valami, akkor történik valami, amit jól is, meg rosszul is lehet értelmezni, akkor az az első kérdésed, ami így megfogalmazod a fejedben, hogy na vajon ki a faszom keresett ezen nagyon-nagyon sok pénzt? És nem az, hogy ez miért lesz jó. De még az ilyen nagyon egyértelműen tök jó dolgoknál is. Például nem tudom, hogy tudjátok-e, de Mészáros Lölőke 200 millió forintot adott nehéz sorsú családok nyaraltatására. Tehát ezek ilyen nagy családosok, nehéz sorban lévő csonka családoknak a nyaraltatására adott ennyi pénzt. És ez egy objektíven tök jó dolog, Lölőkének ki van tömve a zsebe, mint a gép, értelemszerűen 200 millió forint nem fog nagyon hiányozni. Ráadásul nyilván a saját szállodáiban fogja ellátni őket, úgyhogy valószínűleg abból is lát majd pénzt. Igen, ő adta, de a mi pénzünkből adta, és ott fogják elkölteni, ahol neki nagyon jó, hogy elköltik. Tehát, hogy igen, tökéletesen értem, hogy van ebben rossz dolog. De hogy ebből a pénzből, érted, összehordhatta volna a dalmatákat, és csinálhatott volna magának egy pénisz melegítőt minden évszakra egyet. Tehát, hogy már mi is el vagyunk egy kicsit rontva ebből a szempontból, vagyis legalábbis én el vagyok rontva ebből a szempontból, hogy így nagyon kevés jót feltételezek, és ebből kifolyólag így elmegy a fejem fölött az, amikor valami jó történik, mert szóval mondjuk meg, hogy ez a kormány sem csak rossz dolgokat csinált. Dehogyis. Ha azt csinált volna, tökre mentünk volna. Benci, nagyon köszönöm a 15 hónapot. 2 év. Nagyon durva. Nagyon köszönöm, Bencikém, a végtelen hugyanítást. Persze. Tehát, hogy én is érzem ezt, gyerekek, hogy hogyan kereste a pénzt, meg hogy adókedvezmény, mert hogy jótékonykodás, mit tudom én... Mindent értek. De ettől függetlenül this is what happened. Tehát, hogy nincs csak rossz. Ennyit akarok mondani, nincs csak rossz. Tehát, hogy mindenki szürkés, és a szürkésben is van sötétebb szürke, meg világosabb szürke is. Tehát, hogy Pablo Escobar lehet, hogy megölt a karrierje során 40 ezer embert, mondta egy számot, de hogy épített a favellákat, épített iskolákat, épített ilyen rekreációs dolgokat. Tehát, hogy sokat tett a másik oldalon is. Ettől függetlenül. Miért kell rögtön a szürke 50 árnyalatával jönni? Na mindig. Szóval, hogy Árnyalatok. Stadiont is épített, persze, hát ő is nagyon rajta volt a focin. Neki volt saját foci csapata. Brazíliában a kártel viszi és osztja az oltást. Mondjuk ezt Brazíliából kinézem. Ja, mindegy.
Ah. Igen, a vírustagadó elnök az... aztán a legrosszabb, ami az elmúlt másfél évben sújthat egy országot, nem? Hogy az elnökötök vírustagadó, az végtelenül fájdalmas lehet. Na, drágáim, én azt mondom, hogy délután fogunk legközelebb találkozni. A Viktorékkal sztárgyúzunk este 7-től, de én előtte már fogok streamelni, nem is tudom még, hogy micsodát, de előtte biztosan fogok még majd streamelni. Viszont el kell ma intéznem még egy csomó dolgot, hogy a hétvégén el tudjak menni itthonról, olyan biztonság van, hogy ugye ne kelljen egész nap azon gondolkoznom, hogy mi a fasz, meg hogy a faszomba fogom ezt összerakni. Ráadásul most le kell nyomoznom Radics Petit. Must happen. Hova menjünk? Tudom, Viktorhoz. Kókuszhoz. Jó lesz ez ott. Alvó tengeri vidrák? Az eléggé tetszik. Megsporolok neked egy kattintást, persze. Hát azért vagyok itt. Drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. A hét további részéről beszélünk majd a délutáni stream alatt. És a délutáni streamre már lesz egy schedule erre a hétre, ami két nap, úgyhogy nyilvánvalóan borzalmas, hogy egy schedule-t vagyok képes csak kifosni magamból, de javulok, jó? Tehát, hogy próbálok javulni, próbálok előre menni. Viszont titeket nagyon szeretlek, és köszönöm szépen, hogy vagytok. Sziasztok! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that. 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try.